1991-ben jelent meg az Értékmentő című folyóirat első száma, a labban rendszeresen publikált Sipos László is, a szerző műemlékvédelmi írásaiból válogatott, ez adta az Értékmentőben című könyv alapját. A kötet a civil szféra és a műemlékvédelem viszonyáról is szól, valamint különleges templomokat mutat be térségünkből. Írásaimat, tanulmányaimat, tudósításaimat és könyvrecenzióimat tartalmaz ez a könyv, szám szerint 13-at. Én törekedtem mindig arra, hogy soha ne száraz tényeket sorakoztasson föl egy tanulmány vagy írás, de hát óhatatlan, hogy tényeket is tartalmaz. Én szerintem némelyik már majdhogy nem krimi izgalmasságával próbálja boncolgatni a templomok falképkincsét, azok keletkezését kitábrázolnak. Miért nem azt ábrázolják, akiről az irodalom szól? Tehát ebben van egy bizonyos nyomozás, oknyomozás, attribútumok összevetése, szakirodalom ütköztetése, és igyekeztem ezt nagyon olvasható és követhető formában megírni. Ezt segíti, hogy a kötetben 73 műemlékfotó található, ezek szinte kézenfogva vezetik az olvasót, véli a szerző.